Rendhagyó módon jégfestéssel búcsúztatták a szezont a DVTK jeges szakosztályában sportoló gyerekek. Az akciónak az észak-amerikai jégkorong bajnokságban már hagyományai vannak. A Dobj a jégre egy macit kezdeményezés után a jégfestést is szeretné meghonosítani a Miskolci klub hazánkban elsőként. A Dobj a jégre egy macit jótékony célú kezdeményezés után egy újabb észak-amerikai hagyományt valósított meg először hazánkban a Miskolci klub. A szezon utolsó edzését követően ezúttal nem korcsolyában, hanem ecsettel a kézben léptek jégre a DVTK jégkorongozó műkorcsolyázói sortrekes növendékei. A szezon végéhez érve a klub egy rendhagyó ünnepséget, jégfestést szervezett elsősorban a legifjabb sportolóinak. Az igazán szívhez szóló üzenetek és a precízen előkészített alkotások percek alatt ellepték a jégfelületet, és egy idő után pedig természetesen már nem csak a jégre festettek a növendékek, hanem megjelentek az igazán kreatív megoldások is. Egy biztos, mindenki hatalmas lelkesedéssel végezte feladatát. A Dobj egy macit akció után, amit mi honosítottunk meg Magyarországon az amerikai hagyományok után, egy másik amerikai, észak-amerikai hagyomány, ami arról szól, hogy a szezon végén a csapatok, a klubok a szezon bérleteseiknek adnak egy ilyen lehetőséget, hogy egy ilyen mókás összejövetellel búcsúztassák el a szezont. Az akcióval a klub a pandémia sújtotta szezont és annak lezárását szerette volna vidámabbá tenni. A jeget tavaly július végén kezdték el használni a sportolók, és egy rövid szünet után a tervek szerint ebben az évben is július utolsó napjaiban indul majd el újra a jeges élet a népkerti csarnokban.